Elfogták a hétvégi kanadai késes támadás második eddig szabadlábon lévő gyanúsítottját, de a férfi nem sokkal később meghalt. A 32 éves férfi és testvére 10 embert megölt, 18-at pedig megsebesített vasárnap. Rendőrök tucatjai lepték el az országutat a kanadai Rostern közelében, ahol két napig tartó hajtóvadászat után elfogták a vasárnapi tömeges mészárlás második gyanúsítottját. Miles Anderson egy lopott kocsival próbált elmenekülni, ám az autó lesodródott az útról és az árokba borult. A helyszíni felvételeken egy összetört fehér terepjárót látni rendőrautók gyűrűjében. A hatóságok bejelentették, elfogták a késelőt, majd közölték, hogy a gyanúsított meghalt. Röviddel a letartóztatása után összeomlott a szervezete. A rendőrök kihívták a mentőket, majd a férfit bevitték a kórházba, de ott már halottnak nyilvánították, mondta a helyi rendőrfőnök helyettese. Sajtóértesülések szerint a 32 éves gyanúsított maga okozta a halálát, ám a hatóságok ezt nem erősítették meg. Közlésük szerint a holttestet orvosszakértői vizsgálatnak vetik alá. Miles Andersont és fivérét Damien Sanderson gyanúsították a vasárnapi késes tömeggyilkossággal. A testvérpár 10 embert megölt és legkevesebb 18-at megsebesített. Az álmafutást több helyszínen, illetve egy indián rezervátumban követték el. A fiatalabb támadót, a 30 éves Damien Sandersont hétfőn holtan találták az egyik késelés közelében. Testét sérülések borították, a rendőrség gyanúja szerint a férfit a saját bátyja ölhette meg. A 32 éves Miles Andersont, aki többek között testi sértés, illetve rablás miatt 4 éves börtönbüntetését töltötte, a kanadai hatóságok februárban feltételesen szabadlábra helyezték. Májusban azonban körözést adtak ki ellene, mert megszegte a szabadlábra helyezés feltételeit. Már rég elfoghatták volna, hiszen fennállt annak a kockázata, hogy ismét bűncselekményeket követhet el. Figyelmeztetni kellett volna a kanadaiakat, hogy legyenek résen. Ez a tragédia elkerülhető lett volna, mondta az őslakosok egyik szakmai tanácsadója. Miles Anderson hosszú bűnlajstromából az is kiderült, hogy 7 évvel ezelőtt már megtámadta és megkéselte a hétvégi mészárlás egyik áldozatát. Egyedülre nem tudni, mi volt az álmokfutások indítéka. A hatóságok szerint az áldozatok egy részét véletlenszerűen támadták, többeket azonban előre kitervelten választottak ki célpontnak. A kanadai közbiztonsági miniszter vizsgálatot indított az álmokfutó szabadlábra helyezése miatt. Hajtóvadászat volt az Egyesült Államokban is. Letartóztatták azt a fegyverest, aki közösségi oldalán, élőadásban közvetítette, ahogy válogatás nélkül lőtt az emberekbe Memphisben. A 19 éves férfi autójával hajtott végig a Tennessee állambeli városban, és az ablakon keresztül nyitott tüzet a járókelőkre és az üzletekre. 4 életüket vesztették, legkevesebb 3 megsérültek. A rendőrség elfogta a támadót.